Kuvaszból 6 darab van, van még egy puli. Itt vagyunk most Szatymazon, ahol 15 éve vásároltunk egy tanyát, ide rendezkedtünk be az állatainkkal, családdal, itt élünk azóta. Ennek az oka alapvetően az, hogy szerettem volna a kuvaszaimmal vidékre költözni, illetve hát akkor még kevés állatom volt, azóta növekedett meg a számuk, és tudtam, hogy egy városi környezet nem igazán ideális nekik. Én 8 éves voltam, amikor könyörögtem édesapámnak, hogy legyen kutyám. És ő azt a feltételt szabta, hogy de ez csak magyar pásztorkutya lehet. Na jó, akkor volt egy ilyen kis zsebkönyvféle, ami az én korosztályomnál nagyon gyakran forgattuk, és én abból kinéztem, hogy jó, akkor a kuvaszt szeretném. És kaptam is egy kuvasz kiskutyát születésnapomra. Ő volt Apacs elnevezésű kutyus, és azt hiszem, hogy vérszerződtem a fajtával ott és akkor, és azóta kisebb-nagyobb megszakításokkal, de van. Ő Fogsán, teljes nevén Menyünk Fogsán, a Menyünk Kennelben született Lajos Mizsén. Ő volt a tavalyi év legszebb kuvasz választásán a fajtagondozó szervezetnél a legszebb fiatal kan kutya. Kritikusnak minősíthető az az állapot, amely körbelengi a fajtát. Ugye létezik egy rendelet, amelynek konkrétan egy pontja is foglalkozik a Hungarikum kutyafajták kritikus helyzetével, és az definitíve az, hogyha 150 alá esik a tenyésztésbe vont női ivarú egyedek száma, akkor a fajta helyzete kritikus. Nos, a kuvasznál tavaly 37 szukakutya adta a szaporulatot, 28 kannal társítva, tehát ez mindenképpen messze alatta van ennek a számnak. Úgyhogy a felkiáltójelet nagyon keményen oda kell tenni. A kuvasz mellé egy 5-10 éven belül, amennyiben ez a tendencia folytatódik, rendkívül rossz helyzetben lesz a kuvasz. 2-3 ezer az a populációs alaplétszám, aminél elvárhatjuk, hogy meg tudjon újulni, mind genetikailag, mind minőségben. Óriási öröm, hogy mind többen és több civil szervezet foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy mi is legyen a magyar pásztorkutyák jövője, ezen belül mi legyen akár a kuvasz jövője. Azt reméljük, hogy sokat tudunk tenni a kuvasz modernkori életének megújhodásáért. Szervusz! Igen, ő is részt szeretne venni, úgy látszik, a modernkori megújhodásban, igaz? Egy nagy tragédiája volt a kuvasznak a II. Világháború után, amikor lényegét tekintve nagyon áldozatos munkával két tenyésztő a gyapjus kennelben, három fajta tiszta kutyával és néhány tucat kuvaszkeverékből alkotta újjá a fajtát, hiszen szinte teljesen eltűnt. A világháborúk szinte teljesen fölőrölték ezt a fajtát, és nem szeretnénk eljutni egy ilyen fázisig. Egy rendkívül nemes jószágról van szó. Mátyás király udvarában a nemességükért, az erőteljességükért tartották, tenyésztették, és egészen speciális esetekben a király ajándékba adta a külföldi nemeseknek, nemesi udvarokba ezeket a kutyákat. Természetesen lehetnek hungarikumok a magyarság életében, de hogyha mi nem élünk vele, nem használjuk, akkor tulajdonképpen kevés értelme van ennek a minősítésnek. Fel kell figyelni, támogatni kell a fajtát. Nem mindenki tarthatja, hiszen nyilvánvalóan területigénye van azért egy-egy ilyen nagyobb testű kutyusnak. Gyermekeknek nagyon fontos, hogy találkozzanak ezekkel az állatokkal minél kisebb korban.